T.L. Osborne, kiket akar Isten meggyógyítani? Bibliai idézetek, eltávolítom tőletek a betegséget. Napjaitok számát beteljesítem. Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy az olvasó megismerkedjen a Biblia egyik alapvető tanításával. Aki beteg, azt Isten meg akarja gyógyítani. Amíg az ember nincs teljesen meggyőződve arról, hogy Isten azt akarja, egészségben éljünk, addig a kétely mindig ott lappang az elménkben, hogy vajon tényleg meggyógyulunk-e. Amíg viszont ez a kétely ott van bennünk, a hit nem működhet tökéletesen. Ha pedig nem gyakorlunk hitet, kételkedés és ingadozás nélkül, előfordulhat, hogy soha nem gyógyulunk meg. A Biblia azt mondja, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. De kérjen hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide és tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Ha viszont egy ember teljes meggyőződésre jut a felől, hogy Isten meg akarja egy gyógyítani, és nem Isten akarata az, hogy beteg legyen, az ilyen ember csak nem mindig meggyógyul. Amikor imádkozunk érte, de sokszor már az előtt is. Ha megismerjük Isten akaratát a gyógyulással kapcsolatban, ez biztosítja azt az alapot, amelyen a hit tökéletességre juthat és cselekedni képes. Isten becsületes. Egyszer beszélgettem egy hölgyel, aki nem egészen értette, mifán terem a hit, és így panaszkodott. Hát valahogy úgy tűnik, nem igen sikerül hitre jutnom a gyógyulással kapcsolatban. Erre én azt kérdeztem tőle. Megbízik Istenben, hogy ő mindig betartja az ígéreteit? Igen, természetesen, erősítette meg. Nos hát, ez a hit, biztosítottam, majd hozzátettem. Hát nem egyszerű? A hölgy pedig meggyógyult. Bibliai idézet, nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni? Ígére valamit, hogy azt ne teljesíteni. Egyetlen szó meg nem hiúsult az ő összes jó ígéreteiből. Uram, a te igéd örökre elvégzett dolog a mennyben. Gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem. A gondom van kifejezés annyit jelent, hogy figyelni valamire, gondját viselni valaminek, védelmezni valamit, vagy odaállni valami mögé. Isten a maga teljes, korlátlan erejével ott áll a szava mögött, hogy beteljesítse. Higgyünk ebben. Semmi okunk arra, hogy Istenben kételkedjünk. Bosworth ezt mondta. Soha se kételkedj Istenben. Ha mindenképp kételkedni akarsz, kételkedj a kételjeidben, mert azok megbízhatatlanok. Istenben és az ő szavában azonban soha ne kételkedj. Moody ezt mondta. Létezik-e valamiféle okunk arra, hogy ne higgyünk Istenben? Megszegte-e Isten valaha egyetlen ígéretét is? Kihívást intézek minden hitetlen vagy kételkedő felé, hogy mutasson rá Istennek, akár egyetlen egy olyan ígéretére is, amelynek beteljesítését elmulasztotta volna. Eddig az idézet. A sátán egy nagy hazug. Ezt Jézus mondta. A Biblia alapján könnyen kimutatható, hogy a sátán már 6000 éve hazudozik az embereknek, és megpróbálja elhitetni velük, hogy Isten beszéde nem igaz. Az ördög megtagadta Isten igéjét, és mindenfélét ígérget az embereknek.
de eddig még minden ígéretét megszegte. 3 millió ember gyógyult meg. Isten népe gyógyítójának jelentette ki magát ezekkel a szavakkal. Én vagyok az Úr, aki a te gyógyítód. Ez a kijelentés körülbelül 3 millió embernek szólt. Mindnyájan elhitték, hogy Isten szava igaz. Az eredmény pedig mindnyájan, akiknek közülük gyógyulásra volt szükségük, tökéletes egészségre tettek szert. A következőt tudjuk meg a Bibliából. Idézet, és Isten kihozta őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges. El tudunk olyat képzelni, hogy 3 millió ember összejön, és mind jól vannak, és teljes erőnek örvendenek. Nincs köztük egyetlen beteges, egyetlen gyengékedő, egyetlen beteg? Ha pedig ez igaz lehetett Izraelben a törvény idején, mennyivel inkább igaz lehet számunkra, akik meg vagyunk váltva Isten bárányának véren keresztül, és a kegyelem, az irgalom és az igazság korszakában élünk. Raktározzuk el magunkban egyszer és mindenkorra ezt az igazságot, de úgy, mint ahogy azt tudjuk, hogy 2 × 2 = 4. A gyógyulás a miénk. Mindnyájan meggyógyulhatunk. A teológiai tradíció akadályoz. Isten akarata minden ember életében az, hogy életerős és egészséges legyen, feltéve, hogy a feltételeit betölti és hisz az Isten igéjében. Ha akár csak egyetlen esetben jogosan mondhatjuk, hogy talán, akkor ezt a talánt az összes többi esetre is alkalmaznunk kell, hiszen Isten nem személyválogató. Ha már odáig eljutottál, hogy Isten valakit meggyógyíthat, akkor téged is meg fog gyógyítani. A mai világban a különböző betegségek rettenetes arcot szednek sokaktól közülünk. Annak ellenére, hogy az orvostudomány napjainkban minden idők legbámulatosabb vívmányait mutatja fel, a betegségek világszerte elviselhetetlen vámot rónak ki az emberek életére. Az egészben az a legtragikusabb, hogy ezek a betegségek ezerszám gyötrik a keresztényeket is, miközben a legkülönfélebb teológiai tradícióktól, megfertőzött prédikátoroktól és tanítóktól gyakran nem futja többre egy-két szánalmat és együttérzést sugárzó szónál, amelyek arról igyekeznek meggyőzni a szenvedőket, hogy bizony ez az Isten akarata, hogy majd meglátják, mekkora jó fog ebből származni, hogy Isten a szenvedő embernek alázatból kíván leckét adni, hogy bizonyára ez az illető kiérdemelt büntetése Istentől, vagy hogy a betegségen keresztül a szenvedő ember közelebb kerül ő hozzá. Aki az akaratát gyakran betegségeken keresztül valósítja meg az életünkben. Ezzel szemben egy kereszténynek csak olyan mértékben szükséges betegnek lennie, mint amennyire bűnösnek. Tehát mindig az az Isten akarata, hogy meggyógyítson. Miért van az, hogy a betegség olyan makacs ellenségünk? Hogyan lehetséges, hogy a fizikai problémák olyan rengeteg áldozatot szednek a keresztények közül is manapság? Az Ószövetség idején Isten népe, mind a 3 millió ember úgy fogadta el az Úr szavát, ahogy az elhangzott. És az eredménye az, hogy mindjárt meggyógyultak teljesen. 3 millió ember hitt. Az a 3 millió izraelita csak azért gyógyulhatott meg, mert szó szerint elhitték, amit Isten mondott. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Isten ezt mondta nekik, ők pedig ezt hitték el. A betegségek csak azért tudnak ekkor aratást végezni manapság a keresztények között is, mert sokan nem hiszik el, amit Isten mondott. Azt ugyan tudják, hogy Isten ezt mondta, én vagyok az Úr, a te gyógyítód, azt azonban már nehezükre esik elhinni, hogy ezt komolyan gondolta, ami gyakorlatilag azzal egyenértékű, amit a sátán próbált elhitetni Ádámmal és Évával. Hát Isten nem pontosan úgy értette, amit mondott. A különféle tradíciók hatására sok ember szemében Isten a vagyokról sajnos voltamra változott. Ha az Ószövetség idején az Isten egész népe
mind a 3 millió ember tökéletes egészségnek örvendhetett egy időben, mennyivel inkább egészségesnek kell lennie Isten népének, nekünk, akik az irgalom, a kegyelem és az igazság jobb ígéreteire alapozott, jobb papsággal megáldott, kiváló szolgálattal ellátott új szövetségében élünk.